A műsorvezető eleganciájáról a Digestor Budapest gondoskodott. Vendégeink szépségéről a Polmois Cosmetics gondoskodik. Polmois Cosmetics, a szépség érintése. A műsor támogatója a Herbár Bioshop, minden, ami természetes. A műsor kávé élményét támogatta a Boró Coffee Kft. Kézműves kávépörkölő manufaktúra. Jó estét kívánok! A Bóta Café mai vendége Revicki Gábor, hát mindannyian ismerik, Kossuth Díjas színész, jó hosszú ideig, ha jól tudom, 33 évig volt a Vígszínház tagja, aztán volt nemzeti is, most megint szabadúszó, de csinál sok mindent, műsort is vezet, rádiózik, tévézik, mikor mi adódik. Azt olvasom, hogy te már 4 éves korodban egyedül horgásztál, ami azért reszelős, sőt, egyedül igen. Mentél oda? Ki? Igen. Nem is tudnám elképzelni, vagyis nem is tudtam a fiamról, amikor 4 éves volt, hogy ő egyedül elmenjen horgászni. És kétségtelen, mert 1953-ban laktunk Tatabánya újvárosba, és akkor én 4 éves voltam, és onnan egyedül mentem horgászni. De engedett a papád, mert azt tudom, hogy édesanyád hát, sajnos igen, hamar meghaltál. Hát az apu az egyfolytában dolgozott, ugye aha. A Komán hatalmas cégnek volt a főkönyvelője, mai fogalommal gazdasági igazgatója, a Komárom megyei építőipari vállalatnak. És ugye hát akkoriban tulajdonképpen pártkori felúsokat nevezte ki igazgatónak, és hát minden más. Ott a főmérnök volt szakember, meg a főkönyvelő volt szakember, az igazgatók meg ilyen díszpintyek voltak. És tehát a papád az ilyen volt? Vagy? Hát ő főkönyvelő. Ja, főkönyvelő, tehát ő volt a szakember. Hát, igen. De gyereknevelésben nem volt annyira szakember. Hát nem, mert nagyon ritkán találkoztunk, a nagymamámék, ők foglalkoztak velünk. És hát bandáztál. Úgy fogalmaztál, hogy csoda, hogy nem lett belőled bűnöző, mert hát szétszedtetek, tehát állítólag ott volt valami, ott maradt valahol egy rakat fegyver. Hogyne, egy gránát. Igen. És ti azokat szétszedtétek gyerekként. Aztán meg is mondjuk halt a bandafőn, nem? Te csak ottan kibicceltél? Nem. Maximum ilyen gépfegyverlövedékeket szétszedtem. Kivettük belőle a magot, úgy szoktuk mondani. De hát az is veszélyes, gondolom. Hát nem beszédtelen, de aknákat, azokat szedték szét többek között. Abból is lett problémája ennek a Spica Lacinak, aki a banda vezér volt, aki valamelyik barlangban ilyen lezsírozott fegyvereket talált. De ez mindez csak a halála után derült ki. Nevezetesen az, hogy... De kezdem az elejéről. Tehát ők a Bányász soron laktak. A Bányász soron ezek ilyen földszintes, egymásba épülő házak voltak, kicsi lakások, és mindegyikhez budi volt, mert nem volt még angol vécé. És a Laci azért nagyon ügyes volt, mert gyönyörűen szétszedett mondjuk ebben az esetben egy aknát, és ez egy kisfiú, egy fiatal gyerek volt ott mellett, és nézegette, hogy mit csinál. Most a Laci szétbontotta, a Laci kivette volt, az jól tudom, ilyen 16-17 év. Igen. És kivette belőle a berobbantó szerkezetet, az ekrazitot, ami az egész aknát berobbantja. És ezt a fiú hazavitte, és még ezt is szét akarta szedni, más hely nem volt, csak a budi, és gyertyával kiment, és a gyertya mellett van, és persze, hogy fölrobbant. Ugye a láng közelébe tette az ekrazitot, fölrobbant, és levitte néhány ujját. El is indult rögtön, mert tudta, hogy egyedül kell intézkednie,
ilyen esetben elindult a mert kórházra. Miért? Mert hogy nem mert szólni a szülőknek, gondolom. Hát hogy ne. Igen, mert akkor sok minden kiderül, hogy akna van otthon, meg és elindult egyedül, és nem messze a házuktól volt a Zsdanov kultúrotthon, ahol szerencsés hétvége volt, szerencséjére buli volt, mert a lépcsőn annyi vért vesztett már, hogy összeesett, elájult, és így megtalálták. Bevitték a kórházba, ott rendbe hozták, és a Laci attól való félelmében, hogy bíróság elé fog állni, végül is hosszas gondolkozás után végzett magával, mert ő tudta, hogy miket csinált. Más nem tudta még. Majd aztán mondom, hogy mikor derült ki. De állítólag gránáttal végzett magával. Nem? Magához vett egy gránátot, elmentek horgászni, előre küldte a két fiút, hogy menjenek magyarófa veszőt vágni, ráfeküdt a gránátra, kibiztosította, és felrobbantotta magát. Azért ez eszelős. Te akkor hány éves voltál? Akkor én hetedikes voltam. És akkor, hát akkor már fölfogtad, hogy mi történt, nem? Hát hogy ne. Hatodikos voltam, bocsánat, pontosan hatodikos voltam, mert egy osztálytársam találta meg a Lacit már, bocsánat, de hát szag után. Már bomlott. Hát gondolom szanaszét volt, igen. Na és akkor ezt téged után... hogy érint? Ez megviselt, vagy simán? Nem, mert nem? Nagyon gonosz gyerek volt. Rossz gyerek? Az mit jelent? Gonosz. Ja, gonosz. Ez mit jelent? Hát, hogyha futballoztunk, akkor aljas módon fölrúgta a másikat. Nem tudta elviselni, hogy nem ő van a központban. Nem mindig nála van a labda meg. Szóval nagyon... És te milyen gyerek voltál? De hadd fejezzem ezt be. Fejezd be. Mert ugye ezután derült ki, halála után, rendőrség kivonult, hogy ő a minden kertben volt disznó, és aki nem, ők nem használták, nem tartottak disznót, és kiderült, hogy ki volt ásva az ól alatti rész, amit egy ilyen bunkernak használt, és ott az tele volt benne villámgéppuska, gépfegyverek, mindenféle fegyver, ráadásul az egész ház körbe volt aknázva. Na, ezt most elmondod. Igen. Tehát ilyen szándékai is lehettek, akár úgy is végződhetett volna, hogyha őt elkapják, ha nem lesz öngyilkos, akkor fölrobbantja az egész házat. Ez eszelős. Igen. Na hát szóval úgy voltunk mi, azért voltunk mi a rossz gyerekek, mert nem volt játékunk. Kreatívnak kellett lenni, és ki kellett találni, hogy mivel töltsük el az időt. És az igaz, hogy 1956-ban pedig egy tank előtt a párt irodának a Pobjeda autóját elkezdtétek tolni a tankkal szemben? A tank előtt. Tatabányára már nem oroszok jöttek. Hanem? Magyarok? Nem, vágott szemű volt mindegyik. Kínaiak? Nem, üzbégek, tadzsikok. Ja, hogy úgy, már... azért, mert egyébként nem tudtam, hogy vágott szemű. Hát, ja, hogy... hát, aha, értem. Hát már itt 56-ban Kossuth téren is probléma volt az oroszokkal. Aha. Hát ugye elkezdtek lőni a Földművelésügyi Minisztérium tetejéről az ávósok, az oroszok lőtték ki. Ez egy orosz tank lőttek. És miután lőttek a lakosságra, hát a golyók a tankra is odapattantak. És ugye ezt a társaságot, aki orosz részről tankok a Kossuth téren volt, az egy másik orosz társaság zavarta el őket onnan. És lőtték őket. Uh-huh. Egymással lőtték. Na, és akkor hogy volt ez az autó? Meg hát sokan átálltak, ugye? Igen. És azért küldtek ide már vágott szeműeket. Tehát Tatabányára egy ilyen tank jött le, és nem akarták, hogy bejöjjön a városba, és ezért a pártbizottság első, megyei pártbizottság első titkárának a Pobjád, két autó volt, a Szénbányászati Tröszt vezérigazgatójának volt egy Pobjádája, meg a párttitkárnak, megyei párttitkárnak. És ezt elvitték az emberek, akkor már ott volt, amikor én arra jártam,
és a főúton tologatták a tankerőt, hogy ne jöjjön be. Hát aztán elunta a tank, keresztül ment rajta. De te is ott voltál? Ott voltam, tehát ott voltam. Ekkor voltál még... 6 éves, azt tudom. 7. Ó, bocsánat. És én még éjszaka, mert valamilyen módon bedobták a cseri, úgy hívták a nagy uszodánkat, a kerítése mögé, mai napig nem tudom, hogy kerülhetett oda a pobéda, és el akartam lopni a rádiót belőle, de már nem volt benne. Hogy kerültél, mert ugye ott, tulajdonképpen ott indult a pályád, híres volt a Tatabányai bányásszínpad, ugye nemrég halt meg sajnos Éles Béla, aki vezette, ami egy ilyen amatőr csapat volt, bár talán volt benne egy-két profi is, és egy híres hely. Oda hogy kerültél? Úgy, hát én remek tulajdonképpen a általános iskola első fél évében fölismerte az én képességeimet az osztályfőnököm. Azt mondta, hogy akkor kezdődött a körzetesítés. És én nekem el kellett menni egy másik iskolába. Tehát első éves koromban, fél évkor át kellett menni egy másik iskolába, és azt mondta, hogy búcsúzóul, hogy nagy bohóc lesz belőled még, fiam. Mondta ez első éve. Hát te úgy fogalmaztál, hogy te voltál az osztály bohóca. Na igen, és aztán... Az miből állt? Mindig. Hát a tanárokat állandóan piszkáltam meg. De hogy piszkáltam? Szóval nekem olyasfajta humorom van, hogy mindig kell az alany, hogy én azt kifigurázzam. Tehát nem önálló a humorom. Mindig kell az a helyzet, amit de ki lehet figurázni. De parodizáltad a tanárokat? Nem. Hanem? Nem, hanem kifiguráztam, amit mondtak azt, és... De hogy visszamondtad az ő hangsúlyaiakkal? Nem. Hanem kihasználtam a rossz fogalmazást esetleg. Szóval be nem állt tulajdonképpen a szám. Aha. Egész óra alatt, és hát ezért olyan kettes magatartásom volt mindig. Na most... A gimnázium már hetedikes általános iskolás koromban volt, azt hiszem, hogy az életem legnagyobb sikere, mert a ballagó nyolcadikosoknak egy mesedarabot adtunk elő, mi hetedikesek. Aha. És egy ilyen kultúrotthonba játszottunk, és körülbelül 60 méterre volt az öltözőnk a színpadtól, és mikor mi ketten végeztünk, az Okos Domonkos, meg a Tudákos Ákos, akkor mentünk be az öltözőbe, és rohan utánunk az ügyelő, hogy még mindig tapsolnak, menjünk vissza meghajolni. És igen, még mindig tapsoltak, még meghajoltunk, még egyszer, és akkor hát ilyen sikerem, pedig nem volt vége a darabnak, csak mi végeztünk. Aha. Ilyen sikerem még nem volt azóta sem, hogy nos, aztán a gimnáziumban pedig az Éles Bélának a felesége, az egy gimnáziumi tanárnő volt, és ő figyelt fel rám, illetve hát a Szégner László volt az osztályfőnökünk, aki ferences rendi szerzetes volt, Franciaországban tanított francia történelmet és nyelvet 15 évig, másfél évig volt díszlettervező Belgiumban, és hazajött. Na most ezt az egy osztályt vitte végig. Illetve én sajnos az elsőbe kiestem, mert politikai okok miatt megbuktattak engem. Az mit jelent? Matematikából. Hát az egész családot el akarták távolítani Tatabányáról. Mert ez nagyon hosszú történet. Hát kicsit rövidet, Tatabánya középsőn laktunk a Liget soron. Ez a Liget sor, ez a bányamérnökök villasora volt tulajdonképpen. A Liget sor egybe laktunk. Miután az egyes volt, és a bánya tulajdona volt, a bányának szüksége volt még egy irodára. És ezért felajánlották, hogy Tatabánya középsőn két egymással szembe lévő lakást adnak, és az egyik az háromszobás lesz. És így a középső lakás az pedig garzon lett. De csak ez az egy emelet volt.
Ezt megcsinálták így. Na most az apu azt kérte még, hogy egy svéd falat, könyvszekrény falat, és annyit, hogy a típusba beépített fehér, beépített szekrény, ez ne fehér legyen, hanem ilyen tölgyfa furnéros. Na most egy ilyen habas tündér betévedt ebbe a lakásba, és már ki volt festve. Aki, nem tudom én, négy gyerekkel lakott egy szobába, és ez följelentette a hazafias népfrontnál az aput, hogy nem konkrétan az aput, mert nem tudta, hogy micsoda dolog ez, hogy ő így él, és mások pedig kész lakásba, sőt, berendezett lakásba költöznek. És akkor kijött az a fias népfront, és akkor csináltak egy ilyen nagy műbalhét, keresztapámat is kirúgták, az aput megbuktatták, mint főkönyvelőt, de fölfelé bukott, mert Magyarország legnagyobb cégének, az országos szakipari vállalatnak lett a pénzügyi és gazdasági főosztályvezetője. Szóval fölfelé. Tényleg nagyon messzire vezet. Állítólag te jó lelkes voltál ott a bányász színpadon, te magad fogalmazod azt, hogy ott, amikor álltál a takarásban, olyan voltál, mint egy versenyló, mert fú, már nagyon be akartál menni, és azt is mondod, hogy ezt a színművészetén kiölték belőled. Hát igen, akkoriban az volt a divat, hogy összetörni a növendéket és újra felépíteni. De ezt be is vallották. Nos, hát engem nem sikerült összetörni. Kazimír Károly volt az osztályod, hogy próbált összetörni? Hát ő egyáltalán. Nem? Ő egyáltalán. Ő a Karcsi két évig nagyon, nagyon jó tanár volt. Aztán elkezdődött neki ez a mániája, hogy mindent ő csinál a színházban is. Tehát ő volt hiába volt dramaturg, ő már a dramaturgia nem is egy, hanem több is. Ő mégis beleírta darabokba, átírta, sőt, darabot csinált regényekből. Átért erre a teljes tevékenységre, amiben nem kellett volna neki foglalkozni. Hát figyelj, ez kvázi az ő színháza volt. Ja, hát igen. Nyilván emlékszel rá, hogy bement az ember a Thalia színházba, akkor ilyen Rodin a gondolkodó pózban egy hatalmas képe volt. Tehát azzal találkoztunk, hogy itt van a nagy Kazimír Károly. Hát én nagyon jóban voltam vele, mert engem nagyon szeretett. És azért, mert az egyik órán helyzetgyakorlatok, ez még első évben volt, helyzetgyakorlatok voltak. És akkor fölmentek a lányok, és akkor vasaltak, mostak, meg vartak, ilyen Áll Stanislavski, egy félreértett Stanislavski módszer szerint, mi szerint nincs a tárgya kezedben, csak kák butto, mintha azt csinálnak. Igen, Stanislavski, aki nem tudná, az szerint, a módszer szerint tanítottak, rendeztek sokáig. Igen. Nálunk leginkább, igen? Hát igen, nem pontosan így van ez, mert azért az Otellóhoz, Stanislavski egy 600 oldalas könyvet írt, hogy melyik szereplő mire gondol, és mit csinál, mielőtt 600 oldal. Igen, ő neki ez izé volt, mániája volt, hogy végig kell gondolni, hogy a szereplő mit csinált, mielőtt belép, sőt, mit csinál, amikor kimegy a színpadra. Meg mit csinált egész nap, mivel foglalkozott, ki kellett találni. Szóval elfogytak a lányok, és fiúk nem nagyon jelentkeztek a színpadra, és én mind jelentkeztem, amikor fölmegyek. És hosszasan keresgéltem két dobozt. Ilyen hosszúkás dobozok voltak a színpadon, de hosszasan. Tehát ez is hozzájárul, hogy az előkészület az olyan hosszú. Találtam két dobozt, az egyiket lefektettem a földre, a másikat, mint egy imazsámolyként használtam magam előtt. És akkor összetettem a kezem, és azt mondtam, hogy Istenem, engedd, hogy mind a két kezem egyforma legyen. És akkor összement ez is. Mert ezen a Kazimír kirohant az osztályból, és nem jött vissza. Olyan röhögő görcsöt kapott, hogy nem tudott visszajönni az osztályba. És ettől kezdve engem maestrónak nevezett főiskolás koromban is. Maestrónak. De hát egyébként később
Ezt volt, aki szerette benned, volt, aki meg nem. Tehát a Víg Színházban ugye van az a híres eset, az a Schweik. Igen. Amiben a Katz tábornokot játszottad egy Spiró György átiratban. Igen. És hát jól meg lett a szerepet cincálva, tehát meg lett rövidítve, és te nem hagytad. És állítólag volt olyan, hogy bementél, és a két perces jelenetedből egy negyed órát bírtál rögtönözni, tehát leállt az előadás, mert Revicki Gábor ottan hűl. Úgyhogy, és állítólag bement a premier után a Spiró, és homlokon csókolt, hogy nem gondolta, hogy ebből ezt ki lehet hozni, de nyilván más meg leírta, hogy hát mekkora ripacs, és ez megengedhetetlen, nem? Igen, hát valójában a Katz tábornok, tábori lelkész, bocsánat. Tábori lelkész, igen, a igen. Darabban. Rosszul mondtam. Ő alkoholista, de ő titkolja. Tehát kvázi soha nem látszik rajta, hogy ő iszik. Viszont, de ott főszereplő. Uh-huh. Viszont ebben nagyon rövid, három kis jelenetet tett be a Spíró. És ezért ott nem lehet eljátszani, titkolni, hogy én. Pont a fordítottját kell csinálni. Hogy teljesen makonya részeg is úgy ad tábori miséket. És hát így... Na jó, de ettől hogy lesz a két percből 15? Hát rögtönzés. Rögtönzés. Mert... Hát olyan, mert hogy nem bírod ki, hogy te ne legyél kellő súllyal az előadásban? Nem azért. Nem, hanem a közönség az megkívánja, te, hogy érzékeltessem. Úgy mentem, amikor vége az utolsó jelenetemnek, a Kernnel volt, és elbúcsúzok a Kerntől, és forgó színpadon az ágyamon megyek hátrafelé. És egyértelmű volt, hogy én többet nem jövök vissza. Kihűlt a nézőtér. Kihűlt. Hogy, és akkor mi lesz most? Mi fognak szórakozni? És többek között, hát ez is inspirálja az embert, hogy többet adjon. Meg azt az antennáival leveszi az ember, hogy milyen a közönség. És akkor mit csinálsz? Ott tolul beléd az ötletek garmadája, és megvalósítod? Vagy ami a csövön kifér? Tehát, hogy ilyenkor mi történik? Például előveszem a Bibliát, ugye, és attól függ, hogy milyen volt a közönség. Elkezdek olvasni belőle részeket, ez nincs benne a darabban. Elkezdek olvasni, nem nektek való. Igen. És keresek ilyen példabeszédeket, amikor belekezdek, és ezek nem érdemlik meg, és akkor ezzel már fokozódik a közönség jó hangulata. Aha. És akkor... És aztán a fokozódik, az téged is inspirál, nem? És aztán... Igen, igen. Hát aztán... Volt úgy, hogy a Kern megkért, hogy hagyjam abba. Aha. Pedig ő nem nevet a színpadon. Nem. Tehát nem tudod megnevettetni, tehát nincs az, hogy hátra kell forduljon, és... Nem. Ő és... igen, ő tud nevettetni. Aha. De én megnevettettem. Úgyhogy volt olyan, hogy fülembe súgta, hogy nagyon kérlek, hogy hagyd abba. És a többi kollega, hogy? Többi de hát történetesen, amikor ez történt, bemutatkozik, kérdem, hogy hívják, azt mondja, Schweik. Schweik? Milyen Schweik? Pedig én így külön szöveggel nem szoktam élni. Tehát nem élek vissza, hogy... Hogy még bele is írsz. Az éppen az Andi. Egyébként én azt nem tudom rólad, hogy te társaságban is ilyen szórakoztató vagy nem? Voltam addig, amíg vidéken voltam. Mert ott társasági élet volt a büfében. Hát persze, ott hajnalig. Itt. Hát nem volt mit csinálni. Aha. Itt pedig ivás, kártyázás és egymás szórakoztatása. Itt meg senki nem mindenki marad benne előadás haza. Után. Igen, volt olyan, hogy valakit meg kellett keresnem, és előadás után átramentem a színészbüfébe,
Már kész, maga a kihaltság, már a büfés is csomagolt. Igen. De jó ez? Nem jó. Ugye? Én nem is ezt érzem. De valahogy annyira, hát most én már annyira a fészek sincs meg. Hát amikor... Hát elvileg van, csak abban a régi klub, klub funkcióban igen kevéssé. Igen. Gyakorlatilag színészek szerintem nem is járnak már be. Nem tudom, mert én se vagyok ott. De egy ideig jártunk oda, ez egy nagyon, nagyon jó hely volt a Fészek. Hát te voltál egy évig Kaposvárot, annak híres volt a klubja is. Két évig voltam. Két évig? Igen, bocsánat. Két, sőt, már negyedéves koromban elmentem a ifjú parasztjukot eljátszani a Vajda Drunyó helyett. Vajda László, Drunyónak hívták a beceneve. Mert nyáron a Vízkeresztet játszottuk Szentendrén, abban is benne voltam, tehát én zsinórban. Én voltam a bolond benne. Aha. Őze volt a Málvólió. És a Vajda Drunyót mentesíteni kell, mert ezt a szerepet játszotta volna, és egész évadot végigjátszotta, és hát... tulajdonképpen ezért hívtak le, és utána folyamatosan még jöttem fel a Vígszínházba próbálni aztán ezeket a nyári játékokat. Vagyis hát a Vízkeresztet, amit Iglódi István rendezett, aki mellesleg Vízkereszt specialista volt, mert később, amikor a Várba játszott az Andorrai, akkor a Kézdi helyett, mert tönkrement a térde, beugrottam a bolondba még egyszer, akkor azt játszottam, és amikor az Andorrai kiment, a bizalommal kiment Amerikába, és nem jött vissza, akkor meg a Malvóliót játszottam. A bizalom és az ugye film volt, amiben ő játszott, igen, és akkor Szabó azt kint vetítették, és akkor igen, akkor kimaradt egy ideig. De aztán csak előkerült. Igen, és 144-szer játszottuk, azt hiszem, soha nem játszottak ennyit abban a színházban, mióta létezik a Várszínház. Fennállása óta nem játszottak. Hát ennyi, már nem létezik. És levették. Hát már nem létezik, sajnos. Figyelj ide, az igaz, hogy azt mondta neked ez a Ser Tamás, hogyha följössz a Vígbe, akkor olyan színész leszel, mint Bárdi György. Ezt mondta. Ez mit jelent, ez mit jelent pontosan? Olyan színész lesz belőle, mint a Bárdi Gyuriból. Ez mit jelent? Hogy nem kapsz hát... főszerepeket, hogy ilyen... Ez szerintem a Tamásnak a minősítése, mert a Bárdi nagyon-nagyon jó helyzetben volt a Vígszínházban. Imádta őt a Várkonyi. Imádta. Várkonyi Zoltán, aki igazgatója van. Igen. Igen. Tehát nem tudom, hogy mire gondolt. Nyilván arra gondolt, hogy a Gugyerák ment, ugye, ami sokat ártott is a Bárdinak, mert bármilyen szerepet játszott, mindjárt a Gugyerákot vélték fölfedezni benne, és komoly szerepet játszott, és röhögtek rajta a Gugyerákon. Igen, igen. Beazonosították. Szóval ebben okozott magának valóban kárt. De hát nem tudom, hogy pontosan mire gondolt. Hát téged egyébként ez ugye közel se a Gugyerák kategória, de most például valakinek mondtam, hogy jön hozzám a Revicki, azt mondja, hogy a Balú, tehát a Balú a Dzsungel könyvéből az meg hozzád nőtt teljesen. Azt még mindig játszod egyébként? 25 éve. 25 éve. 25 éve. A képzeletben meg 22 éve. Te úristen, te úristen. Ezt senki nem tudta eddig eljátszani. A Marton László igazgató volt, igazgatónk, azt mondta, hogy Gabikám, ez nem Európa rekord, ez világrekord. Ami nem igaz persze, de valóban Magyarországon soha senki nem tudta. Hát a Dzsungelkönyvben nyilván világrekord, mert az nem megy a világba. Az hányadiknál tart egyébként? Ez túl van az ezrediken, nem? Vagy nincs? Túl. 1303. volt a jubileumi előadás, amit offline vagy live streambe adtak le. Azt mesélik, hogy többször előfordult, hogy annyira hiteles volt a Balú, a kedves medve halála, az talán a szünet előtt halsz meg, ugye? Igen. Igen. Hogy többször föl kellett hozzád vinni gyerekeket,
megmutatni, hogy de hát nem halt meg valójában, él, ez csak igen. játék, mert zokogtak, hogy meghalt a kedves Balu. Igen, igen. És felhozták, hogy megnyugtassuk a gyereket. És akkor mit mondtál, vagy mi történt ilyenkor? Még nyilván hát lesz... meg volt lepődve, sírt, de meg volt lepődve, hogy mégiscsak igaza volt a mamának, hogy nem haltam meg, az csak egy, ez csak színház, ez nem igazi. És hát egy picit beszélgettem vele, és akkor megnyugod. Jó, ez egyébként olyan kedves, és ilyenkor simán be lehet sétálni az öltözőbe, vagy hogy? Nem, hát... Vagy Bakacsi Aliz, bekopog, mondjuk a művészeti titkár, ilyenkor segít, igen, bevisz, igen. Izé, aha. Igen. Jó, hát ez nekem nagyon kedves történet. Mi volt az a pont, amikor azt érezted, tehát 33 év, hogy akkor... Hát akkor ez a víg, ez ennyi. Nem így volt ez. Van egy ilyen színész szabály, hogy mindig akkor kell menni, ha hívnak. Aha. És vendégeskedtem Veszprémben, az éjjeli menedékhelyben, és a Szamóca, Eperjes Károly rendezte, és lehívta a Vinyánszkit, hogy nézze meg. Mert egyébként a Vinyánszki egy teljesen másfajta színháza van, ő nem nézte volna meg, hogyha nem a Eperjes hívja. Megnézte, és megkérdezte az Attila, hogy van-e kedvem oda szerződni a Nemzetivel. Mondtam, hogy van. Így rögtön kapás? Ott rögtön így. Bement előadás után, és így. Kapásból igen, megkérdezte? Igen. Aha, és te ott rögtön rávágtad, hogy igen? Igen. Na jó, de ennek azért nyilván oka van, hogy volt kedved. Nézd, akkor az NC-vel nekem semmi bajom nem volt. Eszenyi Enikővel? Eszenyi Enikővel semmi bajom. Fel nem emelte a hangját. Másokkal viszont igen, mikrofonba üvöltözött. Másokkal, de velem nem. Két ilyen kivételezett ember volt, a Cserhalmi Tyutyú, Cserhalmi György, mert meg én. És azért, állít, ezt ő mondta, ő mesélte, hogy 13 éves korában látott minket 1976-ban a Hamletban, Tyutyú, Cserhalmi volt a Hamlet, én meg a király benne, és miattunk lett színész. Tényleg? Ezt ő mondta. Aha. De bennetek mondjuk nem fordult meg a fejetekben, hogy szólni lehetne, hogy esetleg másokkal se üvöltözzön? Nem lehet ezt vele megértetni. Megmondom, miért nagyon nagyot tévedett a Marton Laci, hogy őt választotta. De a Vígszínházban van egy hagyomány, ez a Várkonyinak a végrendelete, hogy mindig a színházból válasszunk magunknak igazgatót. Ne jöjjön ide semmi idegen. A Horvai például soha nem akart már igazgató lenni. Horvai István. Volt egy picit, de a hamarabban is hagyta, nem akarta. Elvállalta a Várkonyi miatt, aha. A tradíciók miatt, igen. Nem azért, mert ő igazgató. És ahogy lehetett, átadta igen, a Marton Lászlónak. Nem szeretett. Tudnélik, a Hegedűs D. Géza is pályázott akkor, és a Lacin múlott, hogy kit nevez meg igazgató. Hát ott állítólag volt egy ilyen politikai meggondolás, hogy ugye a Hegedűs D. az kvázi exponálva volt az egyik oldalra, és azt mondták, hogy most valószínűleg jön a másik oldal, és ha a Hegedűs D., akkor rögtön ki fogják rúgni, és én azt lehetséges. Hallottam legalábbis, hogy tulajdonképpen ezért nem lett a Hegedűs D., nem igen. tudom mennyire igaz. Igen. Igaz? Lehetséges, nem ismerem ezeket a titkokat, de... Na most az NC-vel azért tévedtek, vagy tévedett a Marton, mert az Enci a szívét, lelkét, minden energiáját odaadja a színészetnek, amikor játszik. Hihetetlen, tombol benne az energia. És kinevezik igazgatónak. Ő ugyanígy csinálja a színházat is, mintha játszana. Mindenét magát teszi felelőssé. És mindent akar egyszerre, hogy minden működjön. Valójában ezt nem gonoszságból vagy szándékosan csinálja, hanem ilyen állapotba kell. Olyan állapotba hozza magát, mikor igazgat, mint mikor játszik.
Mindent megkövetelni. Én azt hallottam, hogy tulajdonképpen... Mert utána bocsánatot kér, aha, ha megbántott valaki. Mint ami se történt volna. És még bocsánatot is kér. Na, azt hallottam, hogy amikor ő rendezni kezdett, akkor tulajdonképpen eljöttek ezek a tünetek, de akkor mindenki tudta, hogy hát ó, hát ez csak 6 hétig tart, és utána újra ő lesz a kedves kollega. De hát amikor igazgató lett, akkor ugye... Igen, hát sokan elhagyták a színházat közben. Nagyon sokan, sokan, nagyon, sokan, nagyon sokan. Milyen volt neked a Nemzetiben? Ahol közel se voltál 33 évig. Hát én tulajdonképpen az első darab az nagyon jó volt, a Vitéz lélek, amiben szerepeltem. Ráadásul szerintem a legjobb szerepet is játszottam, benne csak poénom volt. Az még nagyon jó volt, azt hiszem, hogy 53-szor játszottuk. Aztán már jöttek olyan darabok, hogy tudnélik, rá kellett volna jönnöm a Titokra. Észleltem, de nem csináltam meg. Nevezetesen az, hogy az Attila nagy képekbe gondolkozik, szerintem ő filmrendező, született filmrendező, egyébként ő maga mesélte, hogy az akart lenni, csak túl hosszú volt a sor a filmrendezésnél, amikor jelentkezett, és színháznál kötött ki, színházrendezői sorba állt be. De az Attila képekben lát. Na most, ezeket a képeket minden körülmények között megcsinálja. De ha a színész nem talál ki ehhez szituációt, nem hozza magát helyzetbe, vagy kitalál valami játékot, akkor ebben a helyzetben, hogy jövünk, megyünk a színpadon, csak állandóan a szövegre kell koncentrálni, mert nem rögzült. Nem kötődik helyzethez. És hát, ugye tudom, nem akarom mondani, hogy ki az, aki már kitalálta a Vidnyánszkit. Őnek is semmi problémája nincs előadás közben, de ő mindig kidolgozza magának. Mindig. Mármint ki kidolgozza ki magának? Hát például a horvát Lajos Ottó. Aha. Ő mindig kidolgozza magának, sőt, hozzá is írat, meg minden is. Na de olyankor mi van, ami, tehát ott volt mondjuk a Don Quixote. Igen. Aminek véletlenül te voltál a címszereplője, és ott volt mellett Bodrogi Gyula, mint Sancho. És ott volt egy olyan érzésem, hogy igen, most akkor van egy hú de nagy rendezői vízió, csak éppen teket nem hagy játszani. Tehát nem tudtok hülyéskedni, nincs az előadásnak humora, na most röhögés nélkül a Don Quixote, az meg nem működik. Hát igen, mondjuk nem is volt nagy siker, finoman fogalmazva. Hát igen, nem tudom, hogy a Don Quixote-nek végre megtalálják az egyetlen színpadi variánsát, vagy hogy lehetséges legyen előadni, és az a musical. A Don Quixote film téma. Nem hát figyelj, a 25. színházban olyan remek Don Quixote-t láttam, Jordán Tamással, Zala Márk volt benne, a Sancho, át volt írva egy kicsit Gyurko László átét, olyan rövid címe volt, hogy a búsképi lovag Don Quixote de la Mancha, szörnyűséges kalandjai és gyönyörű szép bukása. Ha, emlékszem is. És remek volt. Szóval, tehát hogy ez milyen, amikor azt érzed, mert ezt kellett érezned, hogy te ott vagy, és mégse tudsz ott lenni. Tehát hát, ott nem tudtad megcsinálni azt, mint a kactábori lelkésznél, hogy elkezdtél hűlni. Meg nyilván, hát nyilván a fejedre volt koppintva, hogy na ezt nem. Nem. Nem? Nem, nem is akartam. Én jöttünk, mentünk a Bodrogival, ott köröztünk a színpadon. És valójában a helyzeteket ugye megosztotta a Don Quixote szerepét, megosztotta az íróval. Tehát a Trill Zsolt is Don Quixote volt, meg én is. Csak a Trill Zsolt, mint író. Tehát mint Cervantes volt, igen. Igen, és a végén, ráadásul, hogyha valamiféle ilyen helyzetbe kerülhettem volna, a Trill csinálta meg, hogy megvíva. Aha.
Azt nekem kellett volna. Azt a darab szerint a Don Quixote csinálja. És ilyenkor te nem szólsz próba közben, hogy hát nem. Ez nem biztos, hogy jó lesz. Nem. Különben is hát az borzasztó volt számomra, tudod, hogy meghirdetnek egy évvel előtte egy darabot, és az olvasó próbán másfél oldal van belőle meg. Folyamatosan írták a darabot közben. Aha. És így el is csúszott a premier is. Még el is csúszott ehhez képest is. Ez egy nagyon azt tudom, hogy még nagyon nehezen viselted, hogy havi egyet mentek előadások, hát vagy hol? Másfél havi egyet. Hát az egyik, ami így bevágta az ajtót nálam, az volt, hogy a Trill Zsolt, aki úgy szocializálódott, együtt voltak. Mert én ezt nem tudtam megszokni, havonta, két havonta játszunk, mikor 25 éve havi ötször játszok egy darabot full pótszékes házzal. És még a képzetbeteket is pótszékes házzal játszom. 22 éve. Tehát én másképp szocializálódtam, máshoz szoktam hozzá. Itt meg alig van tele a Nemzeti, és akkor havi egyek, kettők. A legszörnyűbb az volt, hogy 4 hónapja nem játszottuk a Vitézlelket, és elmentünk Marosvásárhely mellé egy faluba, egy pajta színházba, ahol a Zsolt 2-szer hagyott cserben, és még segíteni sem tudta, mert én csak a labdát ütöm le. De mi az, hogy cserben hagyott? Elfelejtette a szöveget. Aha. 2-szer. És ilyenkor mi van? Hát aztán tovább ment kis szünet után a következő szövegére. Meg elmentünk Kazányba, akkor a Poszton voltunk a... Pécsen. A Don Quixote-val. Isten ostorát játszottuk Kazányba, hatalmas sikerrel. Egy olyan városba, azaz a tatárok azt csinálják, hogy ha nem tetszik nekik az első rész, hazamennek. Rengeteg olyan előadás van, hogy kiül, szó nélkül hazamennek, nem fütyülnek, meg nem hazamennek, nem érdekli őket. És nekünk még óriási siker. Nem tudom, hogy van ez. Vagy az Attila, miközben ott voltunk Kazányban, akkor rendezte a Bűn és bűnhődést Szentpétervárot. Egy röpke 5,5 órás előadásban. Igen. És aki látta innen, azt mondta, hogy zseniális előadás. Puskin díjat kapott. Az az orosz Kossuth díj. Puskin díjas az Attila. Szóval eljöttél a Nemzetiből, és akkor most szabadulsz. Szabad, de az, valójában annyi dolgom volt, hogy amitől nem akartam lemaradni, hogy ezt nem lehet csinálni színházban. Igen, mert ez szappanopera, filmezés, nem? Hát a mi kis falunk az nem szappanopera. Az mi? Az egy, hát először is egy szlovák sorozatnak a licenszét vették meg, mert hatalmas sikere van Szlovákiában. És a licenszet vették meg, és magyarítják. Aha. Hát magyar írók vannak természetesen. És most egyre jobbak a könyvek. Most idén például a Búzs Gábor Olivér kezdett bele az írásokba, és én még ennyit nem rögtem a olvasó próbán. És hát mellette ott a horgászat, amit mint beszéltünk 4 éves korod óta, az nagy szenvedély, nem? Hát tulajdonképpen igen, de furcsa módon március 11-én, amikor itt betört ez a pandémia, én önkéntesen elvonultam ilyen házi karanténba. Rögtön akkor? Rögtön. Azt azért kevelt, akkor még lehetett jönni, menni, még nem is kellett maszk hosszú ideig. Igen. Sőt, az első fázisban az utcán nem volt kötelező a maszk. Igen. És akkor mi? Bemoltál, és ott? Igen, voltam Ráckevén is, bezárkóztam, és a kisfiam jött le Pestről, hogy bevásároljon nekem. Tényleg? Mindent betartottam. Igen. Az hogy van? De féltettek is. A negyedik feleségeddel élsz, ugye? Igen. És van már 4 unoka, és talán hány gyerek van? 4? 4. És van ilyen műsorod is a tetejében, nem?
Hát szerencsére nem ilyen neked, hogy így beszélgetni. Az miért szerencsére? Jó, hát ez nem jó. Ha nem, ilyet én nem szeretnék. Mert? Abból a szempontból mondom. Aha. Hanem ez tulajdonképpen egy az a cím, hogy Revickivel az erdőben, de egy évig szünetelt most, mert nem volt meg az anyagi háttér. Aha. De most elkezdtük, és most roham tempóba hetente csinálunk egyet. Idáig havonta csináltunk. Csak a flangálsz az erdőbe, és felfedezzük a mezőt, erdőt, virágot, füvet, mindent. Igen. Tulajdonképpen megvallottan az a célja, illetve hát ezt én gondoltam így ki, hogy úgy riporterkedek, hogy én magam vagyok a civil társadalom, tehát aki az erdészeket, vadászokat körülveszi. Tehát abból az aspektusból kérdezek, meglehetősen naívul, és hogy jobban megértsék, hogy jobban el tudják fogadni a nézők ezt a fajta beszélgetést. Tehát nem lerohanni, fölkészülni alaposan a partnerből, és akkor amit neki kéne mondani, azt is én mondom el, ismerős ez a riporter típus, hogy szóval messze nem, tehát el kell fogadtatni a nézőkkel, és ezt sikerült is eddig. Tudnélik, nagyon negatív a civil lakosság véleménye az erdészekről, vadászokról. Nem is tudják, hogy milyen fantasztikus munkát végeznek az erdészek. Hát többek között már régóta a klímaváltozáshoz alkalmazkodó növényeket, azokat kezdik ültetni az erdőt. Tényleg? Hogyne. Hát abszolút fölkészül. Mindig erdészek azt hiszik, hogy favágó írtja az erdőt, szó sincs róla. Ez egy nagyon komoly munka. Hát ő gazdálkodik, ha jól csinálja, kvázi hát az erdővel, hogy hol kell kivágni, és hol kell ültetni. Hát és ugyanez nyilván a vadász is, hogy pontosan tudja, hogy mikor kell megetetni, és mikor kell kilőni mondjuk egy vaddisznót, ami már túlzottan elszaporod. Hát hogy? Nem. Te egyébként te nem vadászol már, nem, ugye? Nincs, vadásztál? Nem is? Nem. Szokott lenni politikai vélemény. Azt van, aki szereti, van, aki nem. Mikor nyilatkoztam én? Hát ugye általában azért hát én nemzeti érzelmű ember vagyok. Az mit jelent tulajdonképpen? Hát mint, hát szeretem a hazámat. Na jó, nagyon hát szeretem. Az bárki szereteti. Beteges honvágyam van. Én nem tudok kimenni külföldre, mert olyan honvágyam van. Meg hát a nemzeti értékeket, azokat szeretném, hogyha előre tolnák az emberek. Hogy például? Hát például ilyet, nagyon, nagyon sok ember, nagyon, nagyon sok ember hagyta el az országot. Hát bizony. És világhírűek lettek, és legfőképpen olyan korszakokban, hát a szocializmusban. Hát azért most is rengetegen hagyták el, bocsánat, hát mostanában is. 600 vagy 600 ezer embert mondanak, hogy kint van külföldön. Anyagi megfontolásból. Aztán majd szerintem szépen visszajönnek, mert jó, rendben benne. Jön ez az ország egészen biztosan. Most is nagyon jó úton halad, és akkor haza fognak jönni. Itt csak az a háttér. A fiam is például ki akar menni. Fiad is ki akar, és helyesled, vagy hogy? Hát annak, amit ő csinál, annak az nagyon dívik most az Egyesült Államokban. Olyan 3D tervező, 3D rajzoló. Aha. Ezt tanulta a meserén. És most még visszajár továbbfejleszteni magát. Hihetetlenül mozgékonynak tűnsz egyébként. Hát nekem ez a nyavajám, ez a hihetetlen erős testbeszéd. Aha. Tehát beszéd közben
Mindenem jár. Minden én is, nem szokták szeretni az operatőrök. Hát, kilógok a képből. Há, igen, de vigyázzunk. Akkor örülök, hogy van, aki nálam jobban. Vigyáznunk kell nagyon, hogyha filmezünk, mert... Ugye, ugye? Persze, hát... Igen, a hamis ember, hamis színészt veti le a képernyő, meg még azt is, aki túl gesztikulál mindent. És sajnos ez belőlem jön. Direkt arra kell koncentrálnom, hogy ne jöjjön ez a testbeszéd. Egészségileg hogy vagy? Mert én olvasom, hogy te két infarktust észre se vetted. Tehát kihordtad lábon, mert valami, és valami látó ember mondta meg neked, hogy magának két infarktusa van. Nem, egy kis miniröntgennel nézték meg, és tényleg. De ezt, Isten bizony, ezt olvastam. Igen. Tehát megnézték, igen. De egyébként egy látó ember is mondta. Igazad van, tényleg. Na ugye, ugye? Igazad van. És te hiszel az ilyenekben? Helvéciában mondta ilyen látó ember. Te hiszel? Hát, nézd, ő fél... Sokszor élesztették föl, fél órán keresztül, hol fölélet, hol meghalt. Kicsoda? Ez az ember. Igen. És ezt kapta az élettől, amikor már visszajött. Tehát nem is tudom, hogy hányszor volt a klinikai halálállapotában. Aha. És ezt a képességet kapta, hogy legjobb, hogyha új hold, vagy teli holdkor megy az ember, mert ő akkor lát jobban, látja az ember szerveit. Megy fölötted, és beléd lát. És de nem is akkor azt mondta, hogy van két infarktusod, és akkor eljött, hogy köszönöm szépen, jó, hogy tudom, vagy hogy volt ez? Nem tudom elképzelni. Hát nagy szerencsém volt egyébként, mind a kettőt autóba kaptam, és mind a kettőt a Szigethalmi kanyarba. De ezt honnan tudod, hogy autóba kaptad? Hát mert autóval mentem haza. Na de honnan tudod, hogy akkor volt az infarktusod, ha nem tudod, hát hogy infarktusod volt? Hát két ilyen rosszul létem volt. Kivert a víz, jéghideg víz ömlött rólam, és le kellett engednem a kocsit. Nem volt ilyen szorító esős fájdalom. Aha. És le kellett engednem az ülést, és köbben egy 20 percet ott feküdtem, mire kaptam annyi energiát, hogy el tudjak indulni. És mind a kétszer ugyanazon a ponton kaptam. De nem törődsz vele. Tehát mondtad nekem, hogy még magas vérnyomásos ez egy gyógyszert, ami azért veszélyes. De a cigiről meg leszoktál, meg ott valami ismerős doki megmutatott neked egy végstádiumos tüdőrákost, és akkor azt mondtad, hogy te úristen. Valóban 5 évre leszoktam. Mikor én is... Miközben állítólag azt is gyerekkorod óta dohányoztál. Igen, de csak 5 évig nem dohányoztam, de fölmentem 96 kilóra. Most 68 vagyok. 96 kilóra. Hogy leszoktam. Úgyhogy én visszaszoktam is. Ja, hogy most visszaszoktam. Hát én rengeteget szívom. 2 csomaggal minimum egy nap. Hallani is a hangomon, mert ez most a cigaretta. És nem félsz? Hogy baj lesz ebből? Nem. Hát szeretni kell élni. Mindent szeretni kell. Ha az ember szeret dohányozni, akkor az nem árthat neki. Hát, igen? Nem. Na jó, jó kis. Alapvetően te boldog ember vagy? Ja, igen. Még mindig is ilyen a hozzáállásom az élethez. Mert aki nem boldog, nem szerzi meg magának azokat a helyzeteket, hogy ő boldog legyen, az annak nagyon alacsony lesz az önrezgése. És az nem jó dolog. Most ezzel a vírussal kapcsolatban is, ugye, hát ez a legnagyobb veszedelem, hogy félelmet keltenek az emberekben. És a félő embernek annak csak 5 herc a rezgése. 5 herc. Ha boldog, az 250 herc az önrezgése. És ezt a vírust 20 hercen meg lehet ölni. Tehát aki fél, az biztos, hogy elkapja ezt a vírust.
Hát azért tudsz? Lehet oltani is, meg minden, azért jobb, ha beoltnál. Hát hogyne, de most más igen, beszéltünk, hogy akinek ilyen 250 Hz a rezgése, az nem valószínű, hogy elkapja ezt a vírust. Hát úgy legyen, hogy nem kapja el, ebbe persze nem hiszek. Na jó, akkor én sok-sok rezgést kívánok neked, jó? Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy jöttél. Én is köszönöm a meghívást. És önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket. Revicki Gábor, Kossuth-díjas színész volt a Bóta Café vendége, a viszontlátásra. A műsor média szakmai partnerei: színház.online, Unique Media Hungary Kft., MediaMix.hu, a legjobb hírek keveréke.